Az illatos úton már nem bűzlik mindaz, ami évtizedeken át rontotta a környéken élők közérzetét, hiszen elszállítottak onnan hatalmas mennyiségű bűzlő és a környezetre nagyon káros vegyi anyagot. A rengeteg vegyi anyagot a budapesti vegyi művek területéről szállították el néhány hónap alatt, és erről a folyamatról tartottak sajtótájékoztatót a helyszínen. Az elmúlt nap délutánján avval töltöttem az időmet, hogy megnéztem egy-két fényképet, egy-két kiváló fényképet, amit önök ti készítettetek április 28-án, illetve az azt követő időben. És nem vagyok híve az ilyen volt, ilyen lett jellegű dolgoknak, de most azért mégis kínálja magát a dolog, és szeretném felhívni majd a figyelmet, hogy mindenki járjon körül, és azokat a felvételeket, amiket annak idején készített, azt most készítse el ugyanazon a helyszínen, és nézze meg, hogy mi a különbség a két felvétel között. Mindenki a maga személynek higgyen, ne nekem. Mert hogy szeretném bejelenteni, hogy a kormány elszállította valamennyi a budapesti vegyi művek ZRT illatos úti telephelyén, akár hordóban, akár egyéb tartályban lévő veszélyes hulladékot. Ezzel egy 140 éves problémát oldott meg. 1876-ban jött létre ugyanis a budapesti vegyi művek, és azóta folyamatosan veszélyes anyagok voltak ezen a területen. Hogy a számok nyelvén mit jelent ez az intézkedés sorozat, azokról szeretnék most a sajtótájékoztató keretében beszámolni. 2493 tonna, tehát közel 2500 tonna veszélyes hulladék volt itt a területen, amely elszállításra került. Ebből 1870 tonna már megsemmisítésre is került, még 600 tonna a kapacitás függvényében folyamatos megsemmisítés alatt áll, nyárig ez is be fog fejeződni. A pénz nyelvén a következőt jelenti az elvégzett munka, 1.661.000.000 forint plusz áfa volt ennek az elvégzett munkának a költsége, amely költséget az állam megelőlegezett, átvállalt, de természetesen ezt a tulajdonosoknak, illetőleg a tulajdonosokon keresztül a felszámolónak kell majd állni. Az állam átfogja ezt az összeget, mint ahogy ezt mondtuk is, hárítani azokra, akiket a kötelezettség terhelt volna. És hogy hogy jutottunk el idáig? Hogy történt meg? Szeretném rögzíteni, hogy évtizedek óta mindenki tudott erről a problémáról. Nem arról van szó, hogy most valaki figyelmeztette a kormányt, hogy hoho, itt gondok vannak, és most intézkedni kell. Mindenki pontosan tudta hosszú évtizedek óta, hogy itt mi a helyzet, de senki nem tett semmit. Most azonban változás történt, 2010 után a kormány megalakult, 2011-ben elkezdődött a közigazgatás átalakítása a kormányhivatalok létrehozásával, ami azt jelenti, hogy a kormány a közigazgatásban egy sokkal hatékonyabb, sokkal ütőképesebb csapatot hozott létre, amelyek képesek például egy ilyen volumenű feladatot is gyorsan, precíz módon végrehajtani. A következő nagy lépés az a 2015 április 1-je volt, emlékezünk rá, ekkor került a környezetvédelmi terület a kormányhivatalokhoz, és alig bő 3 héttel később már itt álltunk, és kezdtük az itt lévő veszélyes anyagokat elszállítani. Egy bő fél év eltelt, és a kormány a közigazgatás átalakításának eszközét használva megoldotta tehát ezt a problémát. Érdemes még egy kicsit visszatekinteni az elmúlt időszakra, hiszen amikor arról beszélünk, hogy itt mi várható, mi volt és mi várható a következő időszakban, akkor azt is tudnám mondani, hogy a jövő elkezdődött, akárha áthallás van akkor is, hiszen nem áll meg itt a tevékenységünk. A legnagyobb része a szennyezés megakadályozása megtörtént, most azonban a tényfeltárás időszaka következik. A tényfeltárás egy szakkifejezés, jogszabályban foglalt szakkifejezés, hiszen jogszabály alapján és hatósági kötelezés alapján a tulajdonosoknak, illetőleg a felszámolónak kell elvégezni a tényfeltárás munkálatát. Magyarra lefordítva, ez azt jelenti, hogy meg kell nézni, hogy miután elkerült innen valamennyi veszélyes hulladék, mi maradt itt, mi történt 140 év alatt, mi van itt, ott, amott, mi van a talajban, mi van a környezetben. Ezért, tehát haladéktalanul fölveszem a kapcsolatot a felszámolóval, az egyébként szerencse, hogy nyáron változás történt a felszámoló személyében, hatékonyabb
munka és együttműködés ígérkezik, és a következő lépés tehát az lesz, hogy ezt a jogszabályi és hatósági kötelezésen alapuló kötelezettségét teljesítse a felszámoló, aki a tulajdonosokat képviseli. Összefoglalóan tehát meg lehet állapítani, hogy a kormány hozott egy döntést, először arra vonatkozóan 2010-ben, hogy átalakítja a közigazgatást azért, hogy az embereket érintő napi problémákat hatékonyan, gyorsan tudja megoldani. Aztán hozott egy döntést, hogy itt az illatos úton minden veszélyes hulladék kerüljön elszállításra. Ehhez hozzárendelt pénzt, nem azt nézte a kormány, hogy most egyébként kinek lenne ez a kötelessége, hanem oldjuk meg ezt a problémát, és a többit meg majd utána megbeszéljük, ráterheljük arra, akinek ez kötelessége lett volna elvégezni, és miután a pénzt is hozzárendelte, a feladatot végre is hajtotta. Április 28-án arról a helyszínről vittük el az első hordót, ma pedig január elejét éppen vízkereszt napját üljük, és a veszélyes hulladék elszállításra került. Itt tehát hallottuk a részleteket arról, ami mindenkit érint lokálisan ebben a térségben, ugye, ahol ön is él egyébként, ennek az egész folyamatnak milyen jelentősége van? Pontosan tudják az itt élő emberek, Pejszent Erzsébetiek, kisfestiek, hogy mit jelentett ennek az üzemnek a léte. Mindig egyfajta veszélyeztetettség érzés volt, hogy vajon mi mehet ott, mi mehet a falak között, milyen anyagok vannak. Éreztük a szagát még a legutóbbi időkben is, és most ez az állapot szűnt meg, mostantól kezdve egyrészt pontosan tudtuk, és most már tudjuk, hogy mintegy 2500 tonna, egész pontosan 2493 tonna veszélyes hulladék volt itt található. A legkülönbözőbb, a Mengeleje-féle periódusos rendszer szinte valamennyi anyaga, az aranyat és az ezüstöt talán kivéve megtalálható volt itt, és ezeknek az itt léte már önmagában jogszabálysértő volt. 140 éve zajlik ez a tevékenység, ez a szennyező tevékenység, amely most megszüntetésre került. Az itt élők tehát azt mondhatják el, hogy mostantól kezdve már nincs szennyező tevékenység, nincsenek szennyező anyagok itt a területen. Persze 140 évet nem lehet nem megtörténté tenni, a következő hónapok, évek munkája fogja megmutatni, hogy valójában mi maradt itt, milyen örökség maradt a talajban, a talajvízben és a levegőben. Ön politikusként is, meg tőzsgyökeres erzsébetiként is szagolta mindazt, ami itt volt. Az ön számára ez a folyamat, ez hogy kezdődött, illetve most hol tartunk? Az első gondolat a köszöneté. Köszönet a kormánynak, hogy rekordgyorsasággal lépett, és megoldotta ezt a 140 éve felhalmozott problémát. Talán lehet úgy fogalmazni, hogy egy történelempont közeli pillanathoz érkeztünk el a mai nap. A köszönet illeti a kormány megbízott urat, Tarnai Rihárdot, valamint az ő munkatársait, és köszönet illeti a Pest Erzsébetieket, akik petíciókkal, aláírásokkal, levelekkel, valamint az önkormányzatot próbálták ennek az ügynek a megoldását minél jobban segíteni. Személy szerint, mivel Pest Erzsébeten viszonylag közel lakunk a vegyi művekhez, gyermekkorom óta azért figyelemmel kísérhettem ennek a vegyi műveknek a sorsát. Valóban voltak még oly régen olyan pillanatok, amikor az ember ilyen furcsa szagokat érzett, de ez már a múlté, hála Jóistennek, és megoldódott. A feladat, a tényfeltárás ugye folytatódik, és én úgy gondolom, hogy minden Pest Erzsébeti megnyugodhat, hiszen azért több mint 2000 tonna veszélyes anyagot szállítottak erről a helyről el.